Néz minket, fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon, akkor kérjük, segítsen nekünk! Ajánlja fel adója 1%-át az ATV gondolatjel, az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítványnak. A folytatásban vendégként köszöntöm a stúdióban Víg János Ipari Búváróktatót. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött. Jó reggelt kívánok. A Verőcei hajóbalesetről fogunk majd beszélgetni, <kül> Azt azért fontos tisztázunk, hogy ön konkrétan nem vesz részt a kutatásban, <kül> de azért tapasztaltként már néhány kérdés, azt gondolom, hogy jól körbe fogunk tudni járni. Így például az első egy ilyen általános véleményt vagy megvilágítását szeretném kérni öntől az eseményekre. Most de még mindig csak találgatnak, hogy mi történhetett konkrétan. De de azért biztos, hogy a körülményekből lehet levonni már olyan következtetéseket, ami azért nagyon arányban mondható, biztosnak, mint sem. Hát a konkrét eseményt nem tudja még senki, szerintem a kivizsgálás még hátra van. A feltételezések azt mutatják, hogy a kicsi hajó neki ment a, a, nagy, a nagynak. <kül> És mivel egy. Kis B-liner motorcsónak, motorosjakról van szó, egy több tonnás nagy vashajónak, ha neki megy, akkor azt a vashajó szinte észesen sem veszik. Megvannak a szabályok, hogy milyen távolságra kell elől vagy hátul keresztezni az útját egy ilyen hajónak, vagy pedig oldalt milyen távolságban szabad közel menni hozzá. Ezt szigorúan be kell tartani. Én, ha jól tudom, de ezt csak a hírekből tudom én is, akkor egy buliból jöttek a, a fiatalok, ami feltételezi, hogy lehet, hogy esetleg fogyasztottak tudatmódosítószert, alkoholt vagy egyebet, és neki ment a, a, a csónak, a nagyhajónak. Mi az általános szabály, és mit kell tartani egy motorcsónak vezetőjének, vagy akár tulajdonosának? Jó magam még talán életemben nem utaztam milyen eszközön, szóval elképzelésem sincs arról, hogy itt mondjuk milyen kressz érvényes a vizeken, illetve hogy mindenkinek kötelező -e tudnia ezt a kreszt. Kicsit a, a közúti közlekedésből tudok kiindulni, ahol nem feltétlenül kell ezt minden szereplőnek tudnia, gondolok itt a rolleresekre, a biciklistákra, vagy akár a kismotorosokra, vagy nem ugyanazt tudják. Tehát egy kismotorcsónak vezetője mit tud a ez szabályom. nem egy kis motorcsónak volt, hanem egy komoly nagy motorcsónak volt. Ugye a 20 lóerős csónakoknál kisebbekre nem kell jogosítvány vagy papír, de az azok annál nagyobbra kell, és ez egy nagyobb kategória a kis hajó volt. Gyakorlatilag a, a képhajó kis kisképhajóvezetőjének rendelkeznie kell a, a vízi végzettséggel, amiben benne van a vizikressz, tehát tudnia kell a szabályokat, hogy egy kilométerre szabad előlés és hátul, és 300 méterre oldalt megközelíteni csak maximum, és mindig a szállodahajónak van elsőbsége anélkül, hogy azt, ezeket az ismereteket birtokolná, nem vezethet motorcsónakot. A víznek nem a papírra van szüksége, de a tudásra igen. A, a, a papírra meg a rendőrnek van szüksége, hogy a, a tudást igazolja az ember. mellényviselés egyébként kötelező lenne, vagy ez nem kötelező? 14 év alatt kötelező, 14 év fölött a hajón kell lenni annyi mentőmellénynek, amennyi a hajó személyzete, vagy amennyi vihet a hajó. Az a tapasztalat, hogy a, a tárolóhelyen tárolt mentőmellény senkit nem mentett még meg. Tény az, hogy kényelmetlen a mentőmellény, mert egy ilyen elég nagy uh, uh, hurkákkal kitöltött eszköz, de ha egy kicsit többet szán rá az ember, ha sokat hajózik, akkor érdemes rászánni az önfelfújó mentőmellényeket. Amit viselni kényelmes, és amíg nincs vészhelyzet, addig az szinte észrevehetetlent, tehát minimális kényelmetlenséget okoz. Viszont ha vízbe kerül, akkor vagy egy tabletta oldódik föl benne, és ö, engedi el a, a tűt, ami kiszúrja a szénsapatront, vagy pedig egy ö, műanyag szál, ö, kap, ha vizet kap, akkor elszakad, és attól szúródik ki, és felfújódik a mentő mellény. A mentő minden esetben segít a, az embereken. Egyetlen egy kivétel van, ö, ha esetleg egy hajó vagy úszómű alá kerül be az ember, egy álló hajó alá, és fölszorul a mentőmellény miatt, ott a sarkantyúkba, propúzióba, kormánylapába, bármibe beakadhat, onnan ö, tudni kell kimenekülni de minden egyéb esetben a mentő mellén nagyon hasznos, és ö, sajnos nem mindenki hordja, hanem csak ott tartják bent a rekvizitben. Na most, hogyha ö, előbb szereznek tudomást a balesetről, akár a búvárok, akár a rendőrség, mert ugye itt a körülményekről egyről annyit tudunk, hogy úgy szereztek egyáltalán a balesetről tudomást, hogy az egyetlen egy jelenleg túlélő partra tudott úszni, és ő egy autóst állított meg, tehát mindaddig gyakorlatilag van egy ilyen átmeneti holtidő, akkor nagyobb valószínűséggel találnak több túlélőt, egyáltalán tudják megmenteni az utasokat, vagy vélhetően ennek az ütközésnek az ereje akkora volt, hogy ott már a becsapódás pillanatában életeket vesztett. Erre gondolok én is, hogy nagy, nagy volt a becsapódási sebesség, de ha nem is lett volna az, ugye éjszakáról beszélünk, ami alap helyzetben egy nem természetes állapot, tehát már eleve pánikra ad lehetőséget, egy nagy sodrású folyóról beszélünk, és azért a vízhőfok se fürdésre alkalmas még. Tehát ha ezt a hármat összevesztjük, akkor gyakorlatilag egy úgynevezett hidegvízes frász nevű jelenség, illetve a pánik eldöntheti el el a sorsát a a vízbe hullott embereknek. Hogyan zajlik most, vagy hogyan zajlódhat a folytatásban a, az áldozatok keresése? Egyáltalán milyen körülményekkel kell most ott a szakértőknek szembenézniük? ugye az 20. fáról hallottunk már, hogy akár az is nagyon sok gondot okozhat, illetve a sodrás sebessége, ami miatt én felvetettem, hogy esetleg határon túl fogják-e, vagy akár keresik e már az áldozatokat. A hableány esetében is az történt, hogy helikopterrel, motorcsónakkal, kutyák, speciális kutyákkal Keresték a holtesteket. Itt valószínűleg egy élő emberről már nem beszélhetünk, mert ha élne, akkor jelenkedett volna valahol. Holtesteket kell, hogy keressünk. Most a holtestek jó esetben az elfogyasztott étel miatt felpuffadnak annyira, hogy felemelkednek a vízfelszínre, és partra veti őket a víz valahol, vagy a vízfelszínen úsznak. Tehát gyakorlatilag egy idő után valószínűleg meg lesz nagy részük. Tehát Találhatunk... az elképzelhetetlen ezek szerint, hogy mondjuk a sodrás következtében olyan mére kerülnek a fenéken, vagy a partszakasznál, hogy mondjuk fenn akadnak valami, mert azért mindenféle dolog található. Előfordulhat. Előfordulhat. Találtunk egy úszógerep tisztításánál beakadt holttestet, ami hónapok óta ott volt már, senki nem tudott róla, ott volt beakadva, és ha nem kezdjük el tisztítani azt az úszógerep akkor... A jó Isten tudja, meddig lett volna még ott, kiderült, hogy hónapokkal előtte gyilkolták meg az illetőt, és úgy került a Dunába. Meddig folytatják a keresést, azt lehet tudni? Nem tudom, megmondom őszintén. A, a, a egy darab Korea esetében is a, nagyon sokáig folytatták a keresést, amikor azt mondták, hogy most már nem folytatjuk. Hogyha egy picit távolabbról nézzük <kül> ezt az esetet, és próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy bárki, aki ilyen eszközre száll, és a vizen szeretne közlekedni, milyen óvintézkedéseket és biztonsági intézkedéseket kell tenni, azt szerintem nagyjából vázolta is nekünk. De a közlekedési szabályokat például, vagy bármilyen szabályrendszert, esetleg átrajzol-e egy-egy ilyen eset, lesznek-e szigorítások, kell még jobban a rendészetnek valamire figyelni, ami esetleg, bár egy-egy ilyen sajnálatos eset előfordul, de annak a mondjuk úgy, és mindenki értse jól a kérdésemet, pozitív hozadéka lehet, hogy többen tudnak a jövőben életben maradni. Hát, ezt nem tudhatom én, hogy a hatóság mit tervez, tervez a -e szigorítás vagy egyebeket. Az ellenőrzést én gondolom, ismerve a vízi rendőrséget, meg fogják szigorítani, és meg fogják sűríteni teljes joggal. <kül> de, de hogy magában a, a vízi közlekedés szabályaiban akarnak-e változást csinálni, ez nem lehet tudni. Ön szerint van elég kapacitás arra, hogy a vízi rendészet, mint olyan jól tartható legyen? Én gondolok, itt nem csak a folyami helyzetekre, hanem akár a tavaknál felmerülő helyzetekre. Jön a nyár, itt van a velencei tavunk, itt van a Balaton, vagy akár egy tiszató hát, igen, én akiket ismerek, vízi rendőröket, azok, azok nagyon nagy szakértelemmel és tudatossággal végzik a, a dolgokat. Hogy vannak-e elegen, ezt én nem tudhatom, ezt ők kellene, hogy megmondják. Biztos, hogy lenne még kérdés, amivel tudnánk foglalkozni és beszélgethetnénk, de elfogyott az időnk. Vigyánosnak köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és köszönjük szépen a munkájukat is, önnek szépen is, a kollégáknak köszönöm. is.